Érettségi, csúszik a bejelentés. Sziasztok, Duk András Ferenc vagyok, ez itt a mai Vlogaritmus. Ugye azt ígértem tegnap, hogy ma lesz az utolsó adás a tavaszünet miatt, hiszen ma bejelenti várhatóan a kormány, hogy mi lesz az érettségivel, vagy legalábbis lesz valami nagy bejelentés, és várhatóan ebbe lesz az érettségi is. Viszont Kovács Zoltán kormányszövő ezt mondta. Illetve a holnapi nap folyamán virológus járványügyi szakértőkkel is egyeztet, és ezt követően a délután folyamán alakítja ki majd álláspontját. Hát, ha Orbán Viktor átteheti egy országot érintő ügyekben a bejelentését egy nappal, akkor úgy jutottam, hogy én is várok egy kicsit. Amúgy mesélek egy kicsit a napomról, meg lesz egy kis netszem le. Ma reggel egy etika órával kezdtem. Gondolatkísérlettel játszottunk el, hogy vajon mi az emberiség etikus hozzáállása, hogyha találkozik valamilyen módon földön kívül élettel, akár nálunk fejletlenebbel, akár nálunk fejlettebbel, van ebbe különbség egyáltalán. A mai napom nagy része csepeli ügyekkel telt, ugye ma tartottam a fogadóórámat, amit belejöve itt az online dolgokba, streamen, Facebook live videóban tettem meg, így legalább kerültem a kontaktokat is, aki nem látta a tegnapi adásnak az előző hármat, ami ennek a matematikai háttérről szólnak, az nézze meg, és kerülje elő is a kontaktokat. Azt szoktam mondani, hogy a Vlogaritmus az egy oktatási ügyekkel foglalkozó vlog, de valójában ugye a Momentumban nem csak az oktatási területért felelek, hanem az oktatás, kultúra, ifjúság, tudomány és egyházügyek, azok vannak egy csoportba rendelve, és ma pont egy másik területről, a kultúráról jelent meg egy cikkünk, ahol bejelentjük azt, hogy mi az, amit a Momentum csinálna a kultúra terén. Kerestünk 10 milliárdot a költségvetésben, ami várhatóan ide nem kerül felhasználásra, vagy legalábbis nem lehetne értelmesen felhasználni különböző kulturális alapokból, és erre teszünk javaslatot. Három területre fókuszálnánk első körbe. Először is az előadó művészekre, másodszorban a könyvkiadásra, harmadsorban pedig az állatkertekre. Ez az a három terület, ahol szerintünk most a legnagyobb a probléma, és erről írtunk egy blogposztot, pontosan mit csinálnánk. Az előadó művészetekben egy előadó és filmművészeti alapot hoznánk létre, ez a 10 milliárd forrásból 5 milliárdot csoportosítanánk át erre. Ebben olyan dolgokat hozhatnánk létre, vagy azokatra lehetne pályázni, amik a koronavírus idején is jól felhasználhatók. Például, és itt például itt összekötjük az oktatással, digitális tananyagokat művészek segítségével, olyan zenés vagy prózai produkciók, amelyek online technikával kerülnek létrehozásra, vagy meglévő, már nem játszott, de online bemutatásra alkalmas produkciók, az egyháztartásban élő művészek közös lakáskoncertjei, lakásszínházi produkciói, drámapedagógiai videók, ugye diákok számára akár korábbiaknak a rendelkezésre bocsátása, de elsősorban szabadidős rendszerben, ugye a digitális tananyagok az egy másik téma volt már, illetve állam és önkormányzati lakossági tájékoztatók, vagy más közösségi televíziós anyagok, közösségi közlekedési információk narrálása, vagy bármilyen más ebben közreműködő filmes szakemberek, gyártók, vágók, stb. Második csomagunk, az másfél milliárd lenne a könyvkiadásra, térítésmentesen elérhetővé tett e-bookok, különösen a kötelező olvasmányok, hangos könyvek gyártása és elérhetővé tétele, kötetek kiadványok eljutatása hátrányos helyzetű térségekben, távoktatásban tanuló diákokhoz, illetve a rendelt könyvet, vagy töltsünk még hasznosan az otthoni töltött időt, de mit olvasol ma, akciók támogatása. Harmadik pedig az állatkertek, amit 3,5 milliárdos forinttal támogatnánk. Egyrészt egy átmeneti normatív támogatás biztosítása a nehéz körülmények miatt, másrészt a vízhelyzet visszavonása követően érvényesíthető belépőjegyek kiegészítő támogatása. Ugye azt jelenteni, hogy most lehetne kedvezményesen megváltani jegyeket, és a különbözetet átvállalna az állam. És nyilván, amit most nem, hogy most megvált, az majd utána elmegy a belépőjegyekkel. De érdekes lehet titeket az is, hogy a kultúra terén mit csinál a Momentum, nem csak az oktatás, akkor olvassátok el ezt a blogposztot, megtaláljátok a linkjét a leírásban. Aztán megvárjuk holnap Orbán Viktor bejelentését, reméljük mondani az érettségiről, addig pedig nem tudunk más csinálni, mint továbbra is morgolódunk a 10X-szel együtt, az ő videójukat is láthatjátok a leírásban. Picit feldúltak vagyunk, hogy kevesebb, mint egy hónappal az első érettségi előtt, még fogalmunk sincs, hogy mi fog történni. Röviden ugye a Momentumnak a javaslata, hogy egészségügyi szakemberek döntsék el, hogy meg lehet-e tartani, vagy nem az érettségit, ne oktatáspolitikusok vitatkozzanak erről, és
egészségügyi szempontok alapján döntsünk, az egészség legyen a legfontosabb, hogyha nem lehet biztonságosan megtartani, akkor attól függetlenül, hogy ez a diákoknak mondjuk kényelmetlen, ne tartsuk meg, ha meg lehet tartani bizonyos körülmények között, akkor a lehető legszigorúbb egészségügyi előírásokat kövessük, és erre ugye szedtünk össze innovatív ötleteket. De ami ennél fontosabb, keressünk átmeneti megoldásokat, legyen rugalmas a kormány, és legyen végre őszinte mondja el, hogy mit szeretné, és vallja be a hiányosságait. Erről ugye korábban már volt szó itt a Vlogaritmusban is, de most is emlékeztetőként ide raktam a leírásba ennek a vlog résznek is a linkjét. Kövessétek a Vlogaritmust, úgyhogy holnap lesz a rendkívüli adásunk a szünetben, aztán legközelebb egész biztosan szerdán jövök, az első taszintőni napon. Addig is lájkoljátok a Dukán Eres Ferenc Momentum Facebook oldalt, és iratkozzatok fel a Vlogaritmus YouTube csatornájára. Sziasztok!